2019-ben már közel 600 újszülött kaphatja meg Kecskemét város ajándékát, mivel a közgyűlés áprilisi ülésén elfogadta az Esélyteremtési Bizottság javaslatát. Az Esélyteremtési Bizottság elnökével, Engert Jakabnéval, önkormányzati képviselővel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Képviselőasszony, beszéljünk már, kezdjünk a számokkal, mert ez engem nagyon érdekel, hogy akkor most hogy állunk Kecskeméten a csecsemőket illetően, rendkívül fontos és számomra is fontos kérdés. Ez a 600 csecsemő, ugye nem ennyi születik, ez most csak egy fél éves adat. Így van, ez egy fél éves adat, hiszen ez a program, ez a június, tehát 2019. június 30-a után született gyermekekre fog érvényes lenni, vagy fogják megkapni ezt a csomagot. Ha egy picit visszatekintünk 2015-ig, akkor ott 1123. Itt elsősorban azokról a 1123 gyermek született. Gyermek született, akik életvitelszerűen is itt élnek Kecskeméten, tehát nem a kórházba születettek, mert az jóval több, hiszen ez egy megyei kórház, sőt innét az ország különböző részeiről is jönnek. Következő évben egy kicsit csökkent, és aztán 2017 és 2018-ban egy emelkedő tendencia van, és így most 1133 azoknak a kis újszülötteknek a száma, akik 2018-ban születtek. Akkor önök optimisták, mert hogyha egy fél éves adatban 600-at számoltak, akkor nyomban arra számolnak, hogy egy kicsit ez növekedni fog. Én azt gondolom, hogy lehetünk is optimisták, csak egy picit megengedi. Hát az a családtámogatási csomag, amit a kormány elindított, az azért bizakodásra ad okot, hogy a jövőt illetően valóban több gyermek fog születni, és hát bízunk benne, hogy ez itt Kecskeméten is így lesz, és egy települési önkormányzatnak is valamilyen szinten, ha egy erkölcsi szinten is, de el kell ismerni azt, és üdvözölni kell azokat a kis ifjú újszülötteket, Kecskemét új polgárait, így is nevezhetjük, akik a városunkban születtek, itt él a családjuk, itt fognak felnőni. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a családok irányába. Már évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Pontosan ez lett volna a kérdésem, hogy ugye ez egy új kezdeményezés. Tehát ez most elsőként fogják ezek a csecsemők megkapni. Van. Szerencsére azt is tegyük hozzá, egyhangulag fogadta el a közgyűlés ezt a döntést. Nagyon örülök neki. Mondjuk már el számokban, hogy ez mondjuk a költségvetésben, ugye nagyon friss adat, ugye most zajlott le a közgyűlés, ez mennyi költséget jelent? Ez most a körülbelül egy olyan 20-22 milliós tételt fog jelenteni az éves költségvetésbe. Most ez 10 millió 500 ezer forint, pontosan ez a 600 újszülött csomagnak, vagy köszöntő, baba köszöntő csomagnak a teljes értéke. Ki az, aki azért felel, hogy ez a csomag összeálljon, és beszéljünk is akkor rögtön a tartalmáról, hogy mi van a csomagban? A csomag tartalmazza a 100 magyar népmese gyűjteményt, amit itt a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió kiadásában történt meg. Úgy gondoltuk, ez nagyon fontos, hogy egy olyan termék legyen benne, ami egy picit egyrészt a gyermekmese olvasás irányába tereljük a figyelmet, másrészt pedig hát a Kecskeméthez való kötődést. Lesz benne, amit nagyon szeretnek az újszülöttek és a kis babák, ez a kis alvóka. Csücsökbaba. Csücsökbaba, igen. Lesz benne egy rágóka, ami egészségügyileg is tesztelt, és lesz benne babaápolási termék is. Azért ez komoly feszültségeket fog majd a jövőben jelenteni, ha egy gyerekrendezvényen sok baba azonos csücsökbabával ott fog lenni, és összekeverik. Hát lehet, kalkuláltak ezzel? Nem, őszintén megmondom, hogy ezzel nem, de megpróbáljuk majd ezt színekkel lehet változatossá tenni, és lehet mondjuk a Jussika mellett egy macika, vagy bármilyen más mesefigura. Térjünk vissza komolyabbra a témára, hiszen azért egy nagyon komoly és szerencsére egy nagyon szép témáról van szó. Ugye ezzel most a város elindít egy új kezdeményezést, de nem csak ez az egy olyan terv van, ahol az újszülöttekre gondoljanak. Milyen más kezdeményezések azok, amik már működnek, vagy amiket esetleg a jövőben terveznek? Hát amik már működnek, több, ugye évek óta a Mózes Kosár körbejár program, ez a várossal együttműködve történik, civil kezdeményezésként indult el, ebből évente 20 Mózes Kosarat
adunk át. A másik ilyen kezdeményezés, ami az újszülöttek és az anyukák irányába ment, történt az a Hírös Hét Fesztivál keretében 40-50 újszülött, akik éppen bent voltak azon a napon az édesanyjukkal a kórházban, azokat köszöntöttük, és ők is kaptak valami hasonló, nyilván szerényebb értékben babaápolási termék. De van a Hunyadi városban, ha városrészt szeretnék kiemelni, ahol minden évben megrendezik az újszülöttek köszöntését, és csomagot kapnak. Széchenyi városban is elindult a kezdeményezés, de az nem csak az újszülöttekre fókuszál, hanem úgy általában a kisgyermekekre. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen kis egyházak részéről is vannak ilyen köszöntők. Nekünk is van a Hírös Hét Fesztivál keretében a városnak a gyermeknapon, a babakocsis föl. Tehát sok olyan program van és esemény. Én azt gondolom, hogy ez azért is kiemelendő most, és jelentős lehet, hogy ezt a város költségvetéséből finanszírozva, és az egészségügyi szociális intézmények igazgatóságán, azon belül is a védőnőkkel együttműködve kerül átadásra, és ezt minden újszülött megkapja. A többi az egy-egy kis része volt az ajándékozásnak, de ez valamennyi Kecskeméten életvitelszerűen itt élő gyermek. Kapnak benne valamilyen üdvözletet is, vagy valamilyen útravalót is a várostól ezek a pici babák? Igen, ennek a tartalmi része gyakorlatilag most van megfogalmazás alatt. Ebben szeretnénk, mint Kecskemét város ifjú polgárát köszönteni, és hogy legyen büszke arra, hogy ennek a városnak a polgára lehet, ehhez pedig mi mindent megpróbálunk, minden segítséget megadni, nyilván ehhez a családok is kellenek, hogy ez valóban büszke is legyen erre a városra. Nyártól tehát megérkezik Kecskemét város ajándéka az újszülötteknek a kórházba. A képviselő asszony, én azt kívánom önnek, hogy egy év múlva a következő költségvetés tárgyalásakor komoly fertőzést okozzon az, hogy hogyan tudjon még több pénzt kisajtolni a városból, mert annyi baba születik, hát ha ez a 600 nem lesz elég. Reméljük az 1200. 1200 nem lesz elég. Mert az egyéves terv. Igen. Köszönjük, sok ilyen ötletet kívánunk, még és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. Folytatjuk a kiemelőt.